Thank you very much. Köszönöm. I appreciate the fact that I can share a bit of my own experience with you. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom a saját tapasztalatomat veletek. And this is after you have heard many valuable witnesses today. És ez a nagyon sok értékes tanúságtétel után egy jó dolog. I'd like to start off by telling you something that happened to me yesterday. Szeretném azzal kezdeni, hogy valami olyasmit mondok el, ami tegnap történt. I was invited to a meeting of about 40 missionaries. Egy találkozóra hívtak meg, ahol körülbelül 40 missziós volt jelen. And these missionaries are serving in Europe. Ezek a missziósok Európában szolgálnak. I think when we talk about missionaries, we think of somebody from Europe going to Africa or Asia. Amikor missziósokról beszélünk, általában arra gondolunk, hogy európaiak mennek talán Afrikába vagy más kontinensre. But in fact, it is exactly the opposite. De ez pont az ellenkezője. Because the people I met have come to Europe because there's not enough personnel in the churches. Ide Európába jöttek missziósok azért, mert az egyháznak nincs erős jó jelenléte. And since I have only arrived in Hungary since last September, mivel csak tavaly szeptemberbe érkeztem Magyarországra, I also told them that I am a new missionary in Europe myself. Én is azt gondoltam, hogy én magam is egy új missziós vagyok Európában. This being a missionary, by the grace of God, I belong to a missionary congregation, Divine Word Missionaries. Isten kegyelméből én magam is missziós közösséghez tartozom, a Verbita közösséghez. And it is thanks to the Divine Word Missionaries that I had the privilege of serving for 16 years in Ghana, in West Africa. Hála az isteni ige közösségének, a Verbitáknak, 16 évig voltam Gánában. And after spending 15 years in Rome, aztán 15 évig Rómában voltam, Pope Benedict appointed me to be apostolic nuncio in two countries of West Africa. Benedek pápa két országba küldött engem, hogy apostoli nuncius legyek Nyugat-Afrikában. And these two countries were Benin and Togo. Ez pedig Benin és Togo. If you look at a map of Africa, you will find Afrika térképére ránéztek, you will find that Ghana, Togo and Benin are all together. Akkor látjátok, hogy Ghana, Benin és Togo nagyon egymás mellett vannak. The Lord let me spend 7.5 years there. Az Úr engedte, hogy 7.5 évig legyek ott. And then I was transferred to another country, and that is Uganda. És utána egy másik országba helyeztek át, és az Uganda volt. Uganda was very rich in terms of the missionary experiences that I had. Uganda nagyon gazdagított a missziós tapasztalatokban. If you look at a map of Africa, Afrika térképére néztek, you will see that Uganda is surrounded by several countries which have very real problems. Ha megnézitek, Uganda körül olyan országok vannak, amik, ahol nagyon sok probléma van. And among the problems are the many numbers of refugees coming from across the borders of the Congo and also South Sudan. Az egyik probléma, hogy nagyon sok menekült érkezik a határon túlról, Kongóból meg Nyugat-Afrika részeiről. I remember in my first months in Uganda. Emlékszem az első hónapjaimban Ugandában. I was watching the television and néztem a tévét. And it talked about Pope Francis going to the island of Lampedusa. Ferenc pápa Lampedusa szigetére ment, where he welcomed refugees who were landing there. Ahol menekülteket fogadott. And when I saw that, I said, "Ah, I've just heard a news report of people arriving in the west of the country." És én akkor arra gondoltam, hogy én csak most kaptam hírt arról, hogy a Nyugat-Afrikából jönnek a menekültek. So I said to myself, how can I sit here in the comfort of my house when the Pope is... És én azt mondtam, hogy lehet az, hogy én itthon vagyok kényelmesen, amikor a pápa... And so I went off to this area where we had many refugees coming in from Congo. Úgyhogy fogtam magam, és oda mentem, ahol fogadtuk ezeket a bevándorlókat Nyugat-Afrikából.
Much of my ministry was formed meeting people. Szolgálatom nagy része emberekkel való találkozásból állt. People who had been forced to leave their homes. Olyan emberek, akiket elkényszerítettek az otthonukból, elűztek. Later on, when the newly formed country of South Sudan started falling apart because of its own civil war. Az újonnan megalakult ország, Dél-Szudán, éppen szétesőbe volt polgárháború miatt. I also started going to that area to meet people, to offer them the comfort of the faith. És azért mentem oda, hogy találkozzak az emberekkel, és a hit vigasztalását nyújtsam nekik. When you meet people like that, or before you meet people like that, you might think, oh, they're all very sad. Mielőtt ilyen emberekkel találkozol, azt hiszed, hogy ők nagyon szomorúak. But they are certainly people who have taught me how to celebrate, despite the fact that their circumstances are very difficult. Ők viszont megtanítottak engem arra, hogy tudjak akkor is ünnepelni, hogyha nagyon nehéz körülmények vannak. I did not anticipate leaving Uganda before I retired. Nem gondoltam, hogy Ugandából eljövök, mielőtt nyugdíjba megyek. But a few months ago, the Holy Father sent me a message saying I was appointed to Hungary. De pár hónappal ezelőtt a Szent Atya küldött egy üzenetet, hogy Magyarországra küld. And so I went willingly. És jöttem, és szívesen jöttem. And I'm happy to be here. Örülök, hogy itt vagyok. And I am also happy to find myself, as I said to my friends, my missionary friends, ahogy a missziós társaimnak is mondtam, as a missionary in Europe. Na, örülök, hogy missziós vagyok Európában. Certainly, when I come to meet a group like yourselves, persze, hogy amikor ilyen csoporttal találkozom, mint ti magatok, you are already committed in your faith. You have already grown in your faith, and we thank God. A hitetekhez ragaszkodtok, és nőttök a hitetekben. But I think it's also good to keep in mind that. De azt is jó észbe tartani. That the situation in Hungary is also a bit difficult regarding the faith, as some of the speakers have talked about. Magyarországon a hitnek a helyzete nem annyira stabil, és ezt, ahogy a tapasztalatokban mondtátok ti is. Not so long ago, I attended a meeting in which a research company presented its results of research about religion in Hungary. Nemrégiben egy találkozón voltam, ahol egy közvéleménykutató vagy egy ilyen statisztika készítő társaság a hitről beszélt Magyarországon. The results were that there's thousands of kinds of believers and non-believers. Az eredmény az volt, hogy több ezer fajta hívő és nem hívő van. But you can put them in a few categories. De csak néhány kategóriába lehet őket becsoportosítani. For example, those people például azok, who are visibly associated, akik with, láthatóan csatlakoznak vagy tartoznak, and take part in the life of either the Catholic Church or the Protestant Churches. Katolikus vagy akár a protestáns egyházakhoz tartoznak. These are about 18% of the population. Ez a lakosságnak a 18%-a. There's another group of Christians who say we like Christ, but we don't like the church. Más keresztények azt mondják, szeretem Krisztust, de nem szeretem az egyházat. There are about 20% of the people. Körülbelül 20%-a az embereknek. There's another group who say they don't believe in God, but they somehow support the church for cultural reasons. Mások azt mondják, nem hiszek Istenbe, de támogatok egyházakat. And everybody else that we haven't talked about are those who are either of no religion or they have embraced other Eastern religions. Az összes többi, akiről nem beszéltünk, azok vagy nem hisznek, vagy pedig más keleti egyházakhoz vagy vallásokhoz tartoznak. So as we look at the missionary situation in Ghana, in Hungary. Ahogy Magyarországon a missziós helyzetet nézzük, then we still have a lot to do. Még sokat kell tennünk. I'm very happy to see all of you really filled with the love of God and with the nagyon örülök, hogy látom, hogy az Isten szeretete van bennetek.
And with your desire to share the faith. És az a vágy, hogy megosszátok a hiteteket. So many of you have gone to share the faith with your school companions and so on. Sokatok már ment osztálytársaihoz vagy iskola társaitokhoz megosztani a hiteteket. The love you show. A szeretet, amit mutattok. The mercy you show to people in difficulty. Az irgalom, amit tudtok mutatni nehézségben lévő emberek számára. The way you encourage your friends to look for the reality of God in their lives. Ahogy a barátaitokat bátorítjátok, hogy keressék Istent az életükbe, a nehézségeikbe. These are all extremely important witnesses. Ezek nagyon fontos tanúságtételek. And they will bear fruit. They will bear fruit. És gyümölcsöt fognak hozni. Gyümölcsük lesz. And this is the task of each and every one of us. Ez mindegyikünknek a feladata. Mindegyikünknek. Pope Francis often uses the expression missionary disciples. Ferenc pápa sokszor használja ezt a kifejezést, missziós tanítványok. Missionary disciples are everybody who has been baptized. Mindenki missziós tanítvány, akit megkereszteltek. That is our task, to go out. Ez a mi feladatunk, kimenni, találkozni. The Lord gives each one of us the chance to meet people in their own unique situations. Az Úr ad nekünk lehetőséget, hogy mindenkivel találkozzunk, mindenkivel a saját helyzetébe. Perhaps we will not convert them immediately. Talán nem fogjuk azonnal megtéríteni őket. But we will plant a seed. De egy kis magot vetünk, hintünk el bennük. And as you know, Jesus talks a lot about seeds in Tudjátok, the gospel. Jézus sokat beszél magról az evangéliumokban. When they are planted, they grow. Amikor elültetik a magot, az nő. We might not know how that happens. Talán nem tudjuk, hogy történik ez. We may not even stay close to the person in whom we have planted the seed. Talán nem is tudunk közel lenni azokhoz az emberekhez, akikbe a magot elhintettük. But the Lord is at work. De az Úr dolgozik. So I encourage you all. Mindegyikőtöket bátorítalak. When your meeting is finished, to continue your great work. Amikor ez a találkozónak vége lesz, akkor folytassátok a munkátokat, a nagy munkát. Make the goodness and the love of Jesus made known among as many people as you can meet. Az Úr Jézus szeretetét vigyétek el minden emberhez, akivel találkoztok. Then you're really working as missionary disciples. Akkor valóban missziós tanítványokként működtök. God bless you all. Isten áldjon mindegyikötöket.